Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma bemutatok egy új snapshotot az 1.10-ről. Igazából ma szem ma jött ki 16V20A, úgy hívják ugye. Ö, igazából a videó, videóban bemutatnám, hogy pontosan miket adtak hozzá. Azt ja, szóval a legelsőnek a listán, ami van, az, hogy hozzáadtak a Controls menüpontba egy olyat, hogy Auto Jump. Auto-jump az igazából olyan, hogy automatikusan ugrál, amikor kell, úgymond. Szóval most, ha én ide jövök, akkor auto automatikusan ugrott egyet. És nem én nyomom a space-t. Ha a space nyomnám, akkor lehetne hallani. Szóval, ö, nagyon komoly. Igazából vízbe ezt még nem csinálták meg, mert teszteltem előtte. Szóval, itt még nem megyek fel például, meg nem is jövök ki. Látjátok? Szóval ez még nem lett megjavítva. Szóval, ja. Ö, igazából ez ilyen kis apróság. Ö, azt jelenti, mindegy, a következő dolog, ami a listán van, behasztak behoztak egy új particle effektet, ami ugye homoknak van, ö, gravelnek, az a shouldernek, ö, ugye a piros homoknak, és ülőnek. Szóval ö, most előveszem mindeniket, mert lehet mindeniknek kicsivel másabb. Szóval azért megnézzük, hogy a piros homok. Um, annyi, jaj, ja, nagyon jó, oké. Okay. Szóval, uh, nem tudom, hogy láttátok-e. Az a baj, hogy, várjál. jobban -e, lehetne látni. Nem értem, hogy miért nem akarja mutatni. Ott volt, az a fekete, láttátok? Ups. Szóval igazából ilyen ö, Más ilyen particle effekteket kiad mindegyikhez Csak annyira nem lehet észrevenni, legalábbis én azt vettem észre Szóval és ha azt csinálnám, várjál, kíváncsi vagyok Ups. Nem, annyira nem lehet észrevenni, de amúgy hozzáadtak egy particle effektet csak szerintem ilyen nagyon, nem tudom, egyáltalán nem lehet észrevenni, szóval szerintem egy igazán egy fölösleges practical effect, na mindegy. Öm, hát a következő igazából öm, az nem egy akkora egy nagy dolog, de F3 plusz G-vel meg tudod nézni a csánkokat. Igazából ez jó jöhet, ha mit tudom én, a csánkokat, mit én csinál velük, ugye a csánkokkal, öm, MC hogy vagy esetleg, vagy ilyen egyéb programokkal szóval a F3G-vel kikapcsoljuk, ugye? Szóval a következő listán igazából bejöttek kővületek, kö ami ugye desertbe lehet, találni, swamp lennénk az az ugye macsarakba, és igazából ennyi. Szóval kaphatsz, azt hiszem, ha kiütöd, akkor kapsz csontokat, meg szint, ugye, ami érdekes, nem mindegy igazából ezt még nem csinálták meg, legalábbis azt írják, hogy még semmit nem csináltak vele. Szóval ez igazából ez nem egy nagy dolog, de igazából megmutatom. nem ez az, melyik az. De ez az nem. Bone block, nem a Bone block. Fosszóz. Lehet még blokkot nem adtak hozzá. Na, hát nem tudom igazából pontosan, nem néztem még annyira utána. Szóval jött még három ö, új blokk, vagy három, azt hiszem, igen. Ez, ez a, előtte is benne volt, nem? Nem én három jött be, azt hiszem. Szóval, az az négy, ugye ez együtt, de ezt már bemutattam előbb. De szerintem nem, ez, ez csak sima bomblok, na mindegy. Ö, szóval a magma blokk az igazából lehet találni netherbe, vagy kraftolsz négy magma krémből, ugye? Úgy, mint egy crafting table például. Vagy van a Netherwart blokk, ami őszintén furán hangzik, hogy egy Netherwart blokk. Na mindegy, ö, az 3x3-as as netherworld ugye le kell rakni, az, az a a csókokat. Szóval a csók ami furcsa, na mindegy. Aztán jön a Red Nether Brick, ami olyan, mint a sima Nether Brick, de igazából csak pirosabb. Legalábbis, ha megnézitek. Szóval ö, igen, ennyivel változik, Ez a szerintem ezek a blokkok fölöslegesek lettek, nem mindegy, igazából hozzáadták-hozzáadták, legalább több dekoráció blokk van. Ö, <kül> szóval, ja, ö, következő a listán. Két a következő listán, az ö, igazából most jönnek az izgalmas dolgok, hogy igazán nagyon sok spantajást hozzáadtak ugye a játékba. Szóval hozzáadtak ugye külön minden mobhoz, szóval ugye bejött egy új mob, hogy az azaz ugye a jeges maci, ami szerintem nagyon édi, mindjárt megmutatom nektek. Ö, aztán még bejött egy ilyen, ö, ugye video annak is bejött egy spawn ö, ami nagyon sok ember igazából kérte, mert emlékszem még annó, mivel sok ember igazából Vidiax Creatornak ötmitenek akar spawnot adni mobarénákba, vagy bármi, ugye plugin vagy ö, mod nélkül. Vagy parancsok nélkül ugye akkor itt ez a spontolás. ezek ezeket a blok, eze blokkokat, ezeket a spontolásokat még nem derítettem ki, hogy pontosan mi jó ez ami az Elder Guardian, de például ez a kettő. ezek ilyen, öhm, egyik az ilyen skeleton fajta, a másik meg egy zombi. Öhm, igazából mindjárt megnézem hogy pontosan öhm, mik ezek. Na vissza is jöttem, szóval öhm, itt van ez a mob. ezek úgy viselkedik, mint egy sima skeleton. Ugye ezeket dobja, mint a Skeleton, ö, csak igazából dob egy olyan nyilat, ami ö, lassaság ugye? Szóval olyan nyil, ami ilyen, szóval Slowness, ami fogalmam sincs, hogy hol van. Szóval ott van, látjátok, szóval előadom, dob egy, vagy egy ilyet, azt hiszem, vagy egy ilyet. Szóval, ja, ö, ö, hideg bajamokba spamnolódik ez a mob szóval, mint, például, ugye, inkább havasbályamokban úgy értem, szóval mindenhol a hó van, ott spannol ez a mob. Üm, állítok közben a port. nem mintha nem látnék, de na. Szóval igazából ez olyan nyilakat lő, ami ugye lassúság, azért dob lassúság fajta nyilat, szóval igen. Ö, olyan nyilakat lő rád ugye, szóval lassú leszel, ha meglőt téged igazából. Pókok, akik a... amik ugye a havas havasbályomokba spannolódnak. Azon ugye spannolhatnak ezek a fajta mók, ez a stray ö, mob ugye. Szóval, jaj igazán ennyit erről a mobról, menjünk a következőhöz. A közleg nektek, jaj. Bocsi, bocsi, bocsi. Na, jössz ide. Jó így néz ki, és szerintem nagyon jól meg lett csinálva, ilyen te látszik, hogy ilyen havas el él, úgymond. Nem mindegy, hát akkor jön a következő mob a Husk. Szóval a Husk, öm, vagy pontosan nem is tudom, hogy kell kiállítani őszintén, öm, az olyan, mint egy zombi. Szóval az is olyan, mint egy zombi. Viszont nem tud elégni. Szóval, ahogy látjátok, nem tud sehogy elégni. Öm, ez viszont az ellenkezője a Skeletonnak, szóval ez desert -ökbe spawnolódik, meg szavanna, meg ilyen helyeken, ugye meleg bajomokon. Szóval tud úgy spannolni, mint egy baba fajta, ugye szóval úgy értem a baba, hogy mit a sima zombi, ott van. Szóval ez a zombi még azt tudja, hogy ha megüt téged, könnyű difficulty-ba, azaz nehézségbe, szóval ebbe a nehézségbe, akkor ad 6 másodpercre hanger azaz amikor ugye lemegy a kajád, Ö, majd megeszel ugye egy rohadt húst, és akkor ugye megy le a kajád közbe, szóval olyan effektet ad igazából. Ha viszont normál módban van, akkor 13 másodperc, ha meg ha, nehézbe az, akkor meg ö, 20 másodperce ad. Szóval nagyon komoly. Oké, okay, akkor menjünk a utolsó mobra, amit hozzátok ebbe a hát, snapshotba. Az utolsó mob a Polar Bear, azaz ugye jegesmedő, ahogy eddig mondtam ez a kedvencem a három közül, mert ez tényleg ilyen, nem tudom, ilyen furcsán néz ki, nem ilyen édi meg minden, de ilyen, de mégis édi, szóval, hogy így, hogy mondjam, na mindegy, ö, mindegy, igen, ott jó klikkeltem, akkor egy ilyen kicsi lesz. Ja, kicsi az jobb lenne, ha ilyen a szemöldöke, nem ilyen napos lenne, úgymond, na mindegy, ö, Szóval ez, ezekről is mondok egy pár információt, amit eddig a molyan kiadott róluk. Szóval ö, igazából, Ö, random spannol mind a kettő, szóval spannolhat kicsi is ami nagyon komoly, mert igazából nincs még olyan mob azt hiszem, mert most lehet, hogy rosszul tudom például mint a ocelot, vagy a ku kutyus meg ilyes, farkas inkább nem kutyus, de mindegy én nem kutyus, szóval ö, ugye ezek nem spannolnak általában, mint ugye kicsi, szóval amikor kicsik ugye de ezek spannolhatnak úgy, szóval így ugye így mind a kettő formában spannolhatnak ö, maguktól, ugye ha megütöd a fe egy felnőtt, ugye már mégis egy felnőttet, akkor elkezdte támadni. Azt nem tudom, hogy a gyerekét megütöd, akkor is elkezd támadni, de a gyerek az nem támad téged. Ö, ezek viszont elfutnak elvileg, legalábbis, hogyha megütöm őket, aha, látjátok, elfut, szóval ez nem támad. Viszont ezt megütöm, aki ugye most nem fog támadni, ha nem tudom, hogy mennyi halljátok, de még nincsenek hangjafektei. Szóval sima ilyen ö, semmilyen hangjuk nincs. Itt a Bossziknak kb. olyan hangjuk van, semmilyen. Ö, még egy információ a kicsikről, hogy olyan ugyanolyan gyorsak, mint a kis zombik. Ugye a, a. nagyon kicsik, szóval ja. Vissza is jöttem. A megváltoztatások szóval nem adtak egy, Hát hozzáadtak igazából dolgokat, de mégis változtatás. Úgymond, szóval most dolgokkal való változtatás. Szóval elhagyatott ö, bányák, ugye, a mineshaftok azaz, ö, lehet most nem találni a messa bájomba, Sajnos ez egy 1.8-as messza bajom, viszont 19 ben ugye vagyok, vagy 110 ről vagyok ö, rajta, ugye, mindig 1.9-et fogom most valamit mondani, de mindegy. Szóval itt még sajnos nincsen, ahogy látjátok, de bevágok azért egy képet nektek, hogy lássátok, hogy igazából, hogy néz ki. Szerintem igazából nagyon jól meg lett csinálva, jó az ötlet ugye, hogy más ö, színű fát használnak, meg minden. Azt igazából, ja. Ö, szóval még egy változtatást behoztak ugye, ami nem egy akkor nagy dolog. Hogy ö, a faluk ugye, az már több bajomba fog spamnolódni, mint például a Taigába, ahol Spurosuddal lesz megcsinálva, szavannálva, ugye ahol, akáciafával, és STB, 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 szóval igazán minden bajomban majd lassan megtalálható lesz a falu, ami őszintén be kell vallanom, nagyon jó ötlet, amit hozzáadtak, ugye a molyang, mert tényleg eddig már nagyon régóta már hiányoltam ilyen dolgot, hogy mindig kell keresni olyan fajta bajomokat. Még akkor már, jaj, nem figyeljetek! Találtam egy ilyet, ahogy látjátok. Ö, itt időben tudom nektek mutatni. Szóval így néz ki igazából. Ö, nagyon komoly lett igazából, szóval szó szóval szerint olyan, mint egy, ö, ugye, föld alatti, csak a... Ú, az komoly, hogy mennyi mindent adtak abba is hozzá. Nem tudom, hogy egy alapból jönne, Na, de mindegy, nagyon komoly, igazából szerintem még javítani kell, mert most megnézve össze-vissza mindenhonnan kilóg. Szóval, ö, ne, ugye ez sokkal könnyebb így megtalálni, de mindegy. Még egy dolgot változtattak igazából meg, hogyha vízen, an nem egy dolgot, de ö, a faluba igazából, ha vízen megadott falu, ugye, gravel helyett ugye fa fog termelődni, azaz, ö, ugye, oak, hú, hiszem, fajta, de mindegy. Szóval igen, szóval vannak azok a bályamok, -ok, ugye, amelyikben vannak a magas gombák, ugye, ö, vagy a nagy gombák, ugye, azt magasabbra emelték, szóval nem ilyen kis gomba mostantól, hanem ilyen nagyon magas igazából, ö, mint a Pocket edition legalábbis azt írják itt. Én nem, őszintén még nem játszottam a Pocket Edition ö, verzió, minecraft ugye csak a PC-vel igazából, még X xbox azt hiszem talán játszottam, de mindegy, igazából most nem az a nagy dolog, ami van a videó. Ö, és az Enderman, igazából ez egy nagyon ö, újítás, ami igazából nekem tetszik őszintén, ö, az Enderman most már spannolhat a Nether világban is, de viszont ritkán, és ö, fel, tudják pakko vagy fel tudják venni ö, a Nether -rakot. szóval csak azt tudják ott a szem felvenni, legalábbis azt írták, és igazából ennyi, szóval... Ö, Vége igazából ennek a snapshot videónak. Mostantól elkezdek snapshot videókat csinálni, szóval minden, 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 minden snapshotról megpróbálok egy videót összehozni. Ha itt, ha nem, szóval ö, ez lehet, hogy egy kicsit hosszú részlet lett a snapshotból, de be őszintén be kell vallanom, nagyon sok mindent hozzáadtak egy snapshothoz képest. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek! ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, like és akartok még többet. Bug PLS, aha, bug, szóval itt az első bugunk, Öm, amit tapasztalhat a mojang, szóval ezt meg is kell javítaniuk, sajnos, ezt el kell fotóznom viszont. <laughs> szóval ennyi ott van ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, ha tetszett, és akartok többet, és lájkoljátok like is, szóval, ja, <laughs> mindegy. Öm, na mindegy, na